Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! Egy közigazgatási egyeztetésre bocsátott törvénytervezet alapján 12 kastély tulajdonjogát, illetve vagyonkezelését adnák át ingyenesen a berendezésekkel együtt közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak vagy más magánjogi szereplőknek. Ráadásul nem üresen romladozó épületekről van szó, hanem az elmúlt években közpénzből felújított és idegenforgalmi látványosságnak szánt kastélyokról. A szabadrablást előkészítendő, a hazai műemlékek őrzésével megbízott a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Márciusban csoportos létszámleépítést jelentett be, áprilisban pedig racionalizálás jegyében bezárták az Edelényi és a Péceri kastélyt, a dolgozók egyik napra a másikra utcára kerültek. Ezekkel az intézkedésekkel nyilván azt akarják igazolni, hogy az állam képtelen működtetni a kastélyokat, szükség van a magánszereplők bevonására. De mi a garancia arra, hogy az új fenntartó üzemeltetni fogja és nem zárja be, ahogy általában a magántulajdonú kastélyokat szokták? Az Edelényi kastély Borsodabogi Zemplén vármegye legnagyobb turisztikai látványossága, amire a vendéglátó egységek is komolyan építenek. Tavaly 28 ezer látogatót fogadott. Az edelényiek a kastély bezárása ellen aláírásokkal is tiltakoztak, egyértelmű véleményt nyilvánítva arról, hogy a kastély funkciója ne változzon és a kastélypark is ingyenesen látogatható maradjon. Kérem tisztelt miniszterhelyettes úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen súlyú döntésnél miért nem tekintenek partnerként a dolgozókra és a lakosokra? Mi lesz a kastély sorsa, mi lesz a funkciója, ki lesz az új fenntartó, és mikor veszik vissza állományba a kirúgott dolgozókat? Konkrét válaszokat szeretnének kapni az edelényiek, tisztelt államtitkáról. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselő úr. Engedje meg, hogy először is megköszönjem, hogy a kérdésével lehetőséget ad egy sajtóban több félreértését és okot adó hír részbeni cáfolatára. Az, hogy egyáltalán a kastélyok jövőjéről beszélhetünk, az azért van, mert azután, hogy a kommunisták ezeket a kastélyokat ellopták eredeti tulajdonosoktól, azt követően a rendszerváltás utáni baloldali kormányok egy fűszálat nem tettek keresztbe ezeknek a kastélyoknak, váraknak és kúriáknak a felújítása érdekében. 2010 óta Orbán Viktor második és azt követő kormányai több mint 50 milliárd forintot fordítottak ezeknek az épület együtteseknek a felújítására. Amennyiben az ellenzéki képviselők vennék a fáradtságot és az időt, hogy a sajtó jelenlétét ne túlmutatóan is ott maradjanak ezeknek a kastélyoknál, belépjenek a kapukon belülre, és szembesüljenek az ott lévő állapotokkal, akkor azt tapasztalnák, hogy a felújított kastélyok is további 10 milliárd forintokat igényelnek további felújítás, tényleges befejezés idejéig. Tehát ezek a kastélyok, amelyeket önök, illetve a média képviselői sokszor felújítottaknak minősítenek, még jelen pillanatban sincsenek kész. Most annak köszönhetően, hogy Magyarország nem kapja meg a számára járó fejlesztési forrásokat, ezekre a kastélyokra is kevesebbet tud fordítani a költségvetés, mint amennyit kellene. Annak vizsgáljuk a lehetőségét egy parlament elé kerülő törvényjavaslattal, hogy hogyan tudunk magánforrásokat is bevonni úgy ezeknek a kastélyoknak a működtetésébe és további fejlesztésébe és működtetésébe, hogy a közfunkciók minden egyes esetben megmaradjanak. A láthatóság, a kiállítások megtekintése minden olyan közfunkció, amelyet önök képviselők vagy akár a média érdeklődő képviselői védeni szeretnének. Szeretnék jó példát is mondani. Nézzék meg például a Fehérvár Csurgói Károlyi kastély üzemeltetését, ami magánüzemeltetésben működik. Mennyi plusz lehetőséget hordoz az magába, és kérem, ne zárkózzanak el attól, hogy azt a modellt, ami Nyugat-Európa számos országában működik, ahol ezeknek a kastélyoknak a további fejlesztésében magánforrásokat is bevonjak, Magyarországon is implementálni lehessen. Vegyenek részt ebbe a vitába, ne reáljanak úgy, mint Nyuszika az egyszerű viccbe, amikor elment a medve fűnyíróját kölcsön kérni. Köszönöm szépen!